Ön mögött látszik az alsó határutca, Budaörs és Budapest határánál állunk. Nem sokára igen nagyszabású fejlesztés következett be egy körforgalom formájában. Mit lehet erről most tudni? Igen, ez az alsó határút nagyon speciális, ugye ez valóban a 11. kerület és Budaörsnek a határát képezi. A mögöttem látható járda, ugye az még Budaörs, de körülbelül az útnak a talán a negyedén vagy felénél van ugye a két településnek a határa. Látható az is, hogy iszonyatosan nagy forgalom van, tehát nagyon-nagyon sok problémával küzdünk itt. De az igazság az az, viszont, hogy ha magunk mögé nézünk, akkor 50 méter látható, hogy Budaörs közigazgatási területe igazán csak onnan jön. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a mögöttem lévő szakasznak a közlekedése az már nem budaörsi illetékességbe tartozik. De ami miatt viszont mégis azért fontos az az, hogy például itt vezet a kerékpárút, ami ugye Budaörs irányából vezet tovább be a fővárosba, ennek az állapota nem a legjobb, illetve amit az előbb is említett, ugye, hogy a körforgalom, az már egy klasszikus történet. Most már annak a kivitelezése legalább 1 milliárd forintba kerülne, annyi pénz nincsen. És ami viszont jó hír az az, és ez a kampányban is többször elhangzott, hogy a Rubhegyi útnál van a 14. kerületnek egy olyan szándéka, hogy ott ő korforgalmat építene, az nagyon jó lenne a budaörsiek szempontjából is, illetve ott is akkor a kerékpárút a kialakítása sokkal szerencsésebb lenne, mint most. Hát meglátjuk, hogy ez mit hoz a jövő. Szándékomban áll itt a szomszédos kerületnek képviselőjével beszélni, hogy látom a közösség oldalon eléggé a kolléga. Nagyon ő is próbál aktív lenni, tehát vele lenne azért 3-4 olyan téma, amit át kéne rágni. Illetve meg szeretném említeni még ugye a szervizútnak ugye bevezetése az Egér útba, az is egy nagyon régi probléma, de ott is rá vagyunk utalva a 14. kerületre, hogy azokat az ingatlanokat mikor sajátítja ki, vagy egyezik meg bármilyen módon a tulajdonosokkal, hogy az utcát ki tudja építeni. Még Budaörs még abban is segítene, sőt anyagilag is támogatná a 14. kerületet, hogyha ott közösen tudnánk egy utat nyitni, mert akkor a szervizútnak a igazi szerepe, amiért az megépült, akkor ez már tényleg életszerű lenne, és az a közeljövőben így megépülhetne. Tehát itt nagyon-nagyon egymásra vagyunk utalva, ugyanúgy, mint ahogy Kamarerdőben is ugye a 11. kerületre, ezen a szakaszon is olyan ez elmondható. Ez ugye a jövőkép volt, de jelen pillanatban mik a legégetőbb, legsürgetőbb problémák, amikkel küzd a körzetében? Nagyon sok minden van. Nyilván ezek a gondok ugye, azt lehet mondani, egész Budaörsön azért jelen vannak, de nyilván egy adott körzetnek a képviselő arról tud a legtöbb konkrétumot elmondani, ami nála történik. Ami a nagyon nagy gondot jelent, a rengeteg csőtörés. Az utóbbi másfél hónapban, ha legalább 6 ezen a kis területen nem volt, akkor egy sem. Itt nyilván arról van szó, hogy a vízvezetékrendszer rendkívüli módon erodálódott, már nagyon rossz állapotban van. Nagyon sok esetben azt veszük észre, hogy a vízműveknek is történik egy bejelentés, elég nehezen tudnak ideérni, de lehet is olvasni a sajtóban, hogy forráshiánnyal küzdenek, szakemberek nincsenek, utánpótlás nincsen, tehát iszonyatosan nehéz. És nemrégen olvastam egy olyan felmérést, ami viszont mutatja azt, hogy nagyon rossz a helyzet, hogyha egész Magyarországon ezt a rendkívül elavult vízvezetékrendszert kicserélnék, az, ha most elkezdenék ezzel a tempóval, 350 évbe kerülne, amíg az egész országban kicserélnék a vízvezetékrendszert. Nagyon nagy gondot jelent. Már kaptam a megkeresést, hogy valamilyen úton, módon a költségvetésbe kerüljön be az, hogy a legfontosabb területeken a vízművek, vagy nem tudom mi által legyen egy előzetes felmérés, hogy ahol tényleg nagy gond van, vagy gond várható, ott valamilyen megelőző intézkedést tegyünk. Nem tudom, ez technikailag mennyire kivitelezhető, de a lakosság is érzi ezt. És onnan lehet ezt nagyon jól tudni, hogy a közösség oldalakon ma már minden, ami történik, 5 másodpercemről olvasható, és nagyon sokszor lehet olvasni, hogy sok-sok utcában Budaörsön bizony nincs víz, most már fél napja várnak a szerelőre, egy napra várnak a vízművekre. Én azt gondolom, aki ott van, és bizony Budaörs nagyon sokan ott vannak, mert legalább 18 ezer fő van bent a budaörsiek csoportban, azonnal értesül erről. A másik nagy gond az az, hogy sok helyen ugyan járdáknál nincsenek a bokrok levágva, holott ugye az ingatlanok előtti területeknek a takarítása, a bokor visszavágása, a tisztítása, járdák tisztántartása, a lakosságnak a feladata. Ezzel is nagyon sokat küzdünk. A harmadik ugye a parkolási problémák. A bokroknál besegíthet esetleg a BTG ebben a munkában? Nem mindenhol, mert akkor annyi BTG nincs a földön, amennyire szükségünk lenne, hogy ez megvalósuljon. Itt a lakosságnak közreműködését kérem. Itt az van, hogy ha ez nem működik, akkor viszont igazgatási irodától kapnak felszólítást, és
először csak egy nagyon baráti, európai módon megfogalmazott levelet, másodjára viszont már akkor a bírság is fenyegeti azt a lakót, aki nem működik együtt. Mi az, ami szabályos, mi az, ami nem? Mennyire lóghat ki a zöld növényzet az ingatlan területéről? Legjobb az, ha ki se lóg semmi, tehát amíg a gyerekeket, a lakosokat, a kismamákat, a járókelőket ez nem zavarja, addig nyilván lehet, de a legjobb az, hogyha semmilyen belógás, kilógás, átlógás nincs, mert az ingatlanul, ami kilóg, az mindenféleképpen a tulajdonosnak kötelessége, illetve az út és az ingatlan közötti szakasznak a karbantartása, árkoknak a tisztítása, szintén ez. Tehát nem lehet mindent a BTG-re rábízni, és nem is kell, én azt gondolom, mert igenis ennyi mindenkinek. Ennyi kötelessége legyen, a másik meg az, hogy ez nem csak budaörsi rendelet, hanem ez országos szinten is az így van. Mindamellett ugye a jövő költségvetésben ugye több utcának is a megújítása terven van, járdák elkészítése, ez majd költségvetési forrásoktól függ, viszont aminek úgy látom, hogy nem lesz akadálya, az annak, hogy a zöldítés továbbra is folytatódjon. A Bolyt utcai park környékén van, mert ott van egy nagyon nagy zöld felület, és ott van lehetőség arra, hogy zöldöljünk, illetve minden évben többször megkérdezem az itt lakókat arról, hogy hol lehetne fákat, bokrokat ültetni, és ezeket a területeket beülik, a környezetvédelmi osztály kimegy, megnézi, és ahol ez lehetséges, ott a zöldítést elvégezzük.